Közel negyed órás késéssel indul a találkozó rövidesen, hiszen későn érkeztek a játékvezetők Resch Norbert, valamint segítői Licska Péter és Sós Adrián, és hát ebben a pillanatban elrajtolt a 2003-as futballtavasz itt február 19-én. Az első ellenfelünk ugye az a Tápió György csapata, amely még ugye a bajnokság kezdetén tavaly augusztus 21-én 2-0 arányban legyőzött minket. És hát most nagyon kéne, hogy visszavágjunk ezért az akkori vereségért, majd azt is elmondom miért. Na nézzük mindjárt a Tápió György összeállítását. A kapuban a vendégeknél Nagy István Ádám, ő a csapatkapitány is. Egy lecsorgó labda, de szerencsére ezt mi gyűjtjük be. Aztán a többiek kettessel Dudás, hármas Kovács, négyes Farkas, ötös Verép, tízes Görbe, tizenegyes Kormos, tizenkettes Ungvári, tizennégyes Sánta, tizenhatos Avramuc, tizennyolcassal pedig Nagy. Ami a mieinket illeti, miközben támad a Tápió Györgye, éppen ezt azért még megvárom, ezt a beadást. Kicsit kérdőjelesen kézre pattant, de a játékvezető nem fog 11-est ítélni, viszont egy szögletet igen. Szóval nálunk a kapuban 12-essel Müller Szabolcs, ugye a télen érkezett, és aztán majd a szöglet után mondom a többieket is, csak nem szeretnék úgy járni, hogy lecsúszunk valami fontos dologról. Az első perc legvégén vagyunk, jön a beadás, sikerül kibólintani, egy távoli lövés, nem volt rossz, de azért jócskán fölé. No és akkor ezek után jöjjön tehát a battai kezdő, 11 tehát Müller a kapuban, mint új ember, Müller Szabolcs, 5-össel Tőkés, 6-os Spácai, 8-as Cseprekál, 9-es Tóth Norbert, 10-es Sipos, ő a csapatkapitányunk, 13-as Szavó, 16-os Tóth, 18-as Petrovics, 30-as is Tóth, Tóth Szabolcs, 16-ossal ugye Tóth Ákos, 95-össel pedig éppen ő nyargal a labda után, nem Tóth Szabolcs, szóval 95-össel Illés Ádám Attila. Sipos jött keresztezni. Siposnak nem sikerült a keresztezés, úgyhogy szabadrúgást kapnak a vendégek. Na, ami még fontos, ugye, hogy mondjuk úgy a holt idényben kiderült, hogy nem Horváth László folytatja a szakmai munkát a battai kispadon. Nem volt különösebb ok egyébként a változtatásra, Horváth László érezte úgy, hogy ő inkább máshova szerződne, és közös megegyezéssel szerződést bontott az edző és a battai klub. Nos, jelenleg ugye a szakmai munkát Győri Rajmond és Károly Csaba duó irányítja majd innentől kezdve, illetve már irányítja is. Károly Csaba egyébként a kispadra van nevezve, tehát amolyan játékos edzőként akár be is szállhat a mai találkozón. Győri Rajmond viszont sem a kispadra nincs nevezve, sem a kezdő 11-ben, ugye nem említhettem a nevét. Battai szabadrúgás következhet, de az is lehet, hogy bedobás lesz, majd mindjárt kiderül. Mindenesetre Spácainál a labda pillanatnyilag, aztán Spácai inkább otthagyja Illésnek, és ezek szerint szabadrúgás, mert Illés lehelyezi a labdát a kéttagú sorfal elé. A harmadik percben vagyunk most már. Hát, ha ebből lesz mindjárt valami battai lehetőség. Illés, kicsit megnyomja a szél is, kifejelte ott az egyik védő szögletre. Már a második szöglet a meccsen, de az első battai sarokrúgás jöhet majd. Lehet, hogy tényezővé válik egyébként majd a szél, amely egyre inkább kezd feltámadni. Látjuk itt a szögletzászlót is, hogy rendesen lobog. Nagyon sokan ott az ötösön belül, nagy gyűrkőzés. Nem a legjobb szögletet láttuk sajnos, és ebből most jöhetnek is a vendégek. Jól keresztezett ott Szabó Tamás, róla ment ki. Szóval pillanatilag a Százhalombatta a 15. helyen van. Történt ugye a télen, hogy visszalépett a Meton FC Dabas együttese, így az már biztos, hogy ők búcsúznak itt a magyar 5. osztálytól, a megyei másodosztálytól itt a déli csoportban. Viszont ez annyiban érintette a battai csapatot, hogy egyébként 12 pontot szereztünk az ősszel, de
Miután visszalépett a Dabas, ez azt jelentette, hogy minden eredményét törölték, és ez számunkra hátrányos volt, hiszen pont őket az utolsó fordulóban november 27-én 3-0-ra legyőztük, így aztán jelenleg nem 12 pontunk van, hanem csak 9, és mindez azt is eredményezte, hogy így az üllő mögé került az együttes a 15. helyre 9 ponttal, az előttünk lévő üllőnek 11 pontja van. Azt már most tudjuk a meccs idején, hogy egyébként az üllő ebben a fordulóban már lejátszotta a meccsét, és 5-0-ra kikapott a Ráckevétől. Tehát abban az esetben, ha ma itt mi nyerni tudnánk, akkor az üllő elé kerülnénk egy ponttal, tehát a 14. helyre tudna följönni a battai csapat. Ledobást követően Tóth Norbert, egy egyszerű felszabadítás, ami csak Szabó Tamásig jutott. Szabó fölnézett, jól vette észre Spácait. Spácaitól Illés kérte. Nem pontos a kényszerítő, de még Spácai azért megszerezte. Csak nem a legjobban oldotta meg. Egyébként nem reménytelen a battai csapat helyzete, hiszen azért vannak 13 pontos csapatok is, mondjuk más kérdés, hogy a Ráckeve, ugye említettem, megverte az üllőt, már 16 pontos, de a forduló előtt 13 pontos volt, mint ahogy a Péteri is 13 ponttal szerénkedik. Tehát tulajdonképpen most, amikor megkezdtük a bajnokságot, 4-4 pont volt mindössze a hátrányunk a 12. illetve a 13-kal szemben is csak. Ha ezeket a csapatokat is be tudnánk fogni, akkor egészen biztossá válhatna a bennmaradás. De hát ahhoz sokkal acélosabb teljesítmény kell, mint amit az ősszel láttunk. Hiszen ősszel a csapat, most ha hozzáadjuk a dabasi meccset is, 3 alkalommal tudott nyerni, és 3 döntetlenje volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye 15 fordulóból mindössze 6-on tudott pontot vagy pontokat szerezni a sárga-fehérben szereplő együttesünk. Tehát a meccsek felén sem tudtunk pontot szerezni. Ungvári Bence a labdával. Spácai emelte ki a labdát oldalra. Még az talán begyűjthető lenne, de jól fedezte ott teste a labdát az ellenfél, viszont szerintem nem ért hozzá, jogosan reklamáltott a vendégek részéről a támadó, de a partjelző így ítélt, akkor így ítélt, nincs mese. Sipos kapta a bedobást, és most azt hiszem, hogy szöveg véget lesz, figyelmeztetés. Res Norbert mondja a mi Norbertünknek, Tóth Norbertnek a magáét. Hát ez most viszont nem jön jól, mert szöveg miatt a Tápió Györgye kapott egy szabadrúgást. Egyébként a vendégek a 9. helyen voltak a forduló előtt, 19 ponttal, tehát 10 ponttal van többjük, mint nekünk. Egyelőre Verép Dániel és Sánta Máté, akik a labda mögött tartózkodnak, kettőjük közül fogja valaki ezt kapu elé ívelni. Sánta elmegy, Verép tekeri be. Hosszú volt érkező, de azért nem tudta megcsípni a labdát, szerencsére Kovács Szabolcs, így jöhet a battai kirúgás. Kilenc perc telt el eddig a meccsből, különösebben komoly helyzet nélkül. Dobhat a Tápió Györgye. Tudjuk megszerezni egyelőre a labdát, pedig sok sárga vezes volt ott. Spácai nem tudta megakadályozni a beadást, másik védőnk viszont igen. Tóth Norbert tette vissza a labdát, aztán kapja, de elcsúszik a talpa alatt, másodjára Petrovics ment még utána, mint hogy utána megy Sipos is. Hazakerül egészen Nagy István Ádámig a labda a kapusig. Hát ezzel megtréfálta játékos társát a vendégek hálóőre. Megpattant egy göröngyön, és a labda meg föl is gyorsult, amire nem számított a hátvéd.
Tóth Norbert a bedobást követően. Vissza Spácaihoz. Spácai azt hittem, hogy felível, ide nem tette. Tóth Norbert. Tóth Ákos. Rövid. Cseprekál. Cseprekált szabálytalanul választották el a labdától. Érdekes egyébként, hogy a vendégeknél ott van fent a pályán 21-essel Nagy Gergő, őt a kispadra jelölték, legalábbis én, ahogy a kezdő 11-ben megkaptam az összeállítást, úgyhogy valószínűleg az hibás, mármint az összeállítás, hogyha Nagy Gergő a pályán van, hiszen csere még nem volt, ez 100%. Tóth Norbert, Petrovics, Sipos. Spácai, de pont az ellenfélnek vette le a labdát fejjel. Szép megelőző szerelés volt Tóth Ákostól. Szabó Tamás, Csetlik, Botlik, Spácai is, de azért csak eljutott Petrovicsig a labda. És ezzel lehet rajtolni Tóth Szabolcsnak. Benne a 16-oson belül Tóth Szabolcs. Az eddigi legnagyobb lehetőség, nagyon közel volt most a battai csapat a gólhoz. 12. perc legvégén adódott ez a szituáció. Jól is gurította el a kijövő kapus mellett Tóth Szabolcs. Sajnos a léc útját állta a labdának. Szabadrúgás a Szász Halombattának. 13. perc. Tóth Ákos adja be. Sőt, ez inkább papura ment. Egy kicsit lehet, hogy le is csúszott a lábáról Ákosnak, de így lett igazán veszélyes. Nagyot védett Nagy István Ádám. Illetve a második battai szöglet rövidesen. Fölpörögtek az események. Hosszál be a labda. Ezt viszont simán elbólintotta a Tápió Györgye. Bent tartani azonban már nem tudja a labdát Kovács Szabolcs. Mi dobunk majd. Szabó Tamás hajította be. Egyre hátrébb kerülünk. És kénytelen volt végül is hazatenni a kapusnak, Müller Szabolcsnak a labdát Tóth. Azért a szél eléggé megtréfálja néha a játékosokat, a szemmel észrevételezhető. Kormos, az hosszú lesz. Gyerünk, Szabi, jó lesz az! Müller állította le a labdát az ötösre. Petrovics vette le. Nem volt pontos az átadása sajnos Tóth Szabolcsnak, de aztán Petrovics most meg megint Tóth Szabolcs. Már nem a miénk, Szabó Tamás lép oda. Hát egy picit a kelleténél keményebben, de nem értem, miért nem alkalmazott egyébként a bíró előnyszabályt, hiszen a labda ott maradt a piros-feketék előtt. Lassan-lassan negyed óra telik el, egyelőre 0-0 az állás. Nekünk volt egy kapufánk, a Tápió Györgyének is volt kapura lövése. Nem sikerült sajnos Müller kirúgását levennünk. Pardomás következik majd a vendégcsapatnak. Most megvan a labda. Tóth Norbert indít is azonnal Tóth Szabolcs irányába. Résen volt a vendégek kapusa is. Petrovics megelőző szerelése, de így sem az övé. Illetve nem is az ő megelőző szerelése, hanem Tóth Ákos, aztán
esnek kellnek a dottai játékosok, lapot reklamálnak a nézők, Sipos is a földre került ugye, és oda fog hívni valakit a játékvezető. Azt hiszem, ha nem is lesz lap, de utolsó figyelmeztetés, de nem, van lap is. Az jó, az nem kell. Egy picivel hátrébről jár a szabadrúgás. Jól láttam egyébként, akkor talán Avramutz Dániel kapta a sárgát. Az első lap a mérkőzésen egyéb iránt. 16. perc. Szabó Tamás készülődhet a szabadrúgáshoz. Nem rossz az. Cseprek áll elől a kapus kivetődre hárít. Ejj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 
tótai játékos kapott. De hallom, mi van ennek a lapot, bazd meg! Tóth Ákos kap egy sárgát, én ezt nem éreztem, akár fordítva is lehetett volna. Azt gondolom, hogy egy picit mindjárt kompenzálni is akart a játékvezető, hogyha az előbb adott egy Tápió Györgyeinek, akkor most ad egy lapot egy Battainak is, hogy megfogja a meccset, hogy ne durvuljon el. De mondjuk szerintem Tóth Ákos mozdulata abszolút a labdára irányult. Figyelj oda, Ákos sárgára, jó? Sánta a labdával. Na igen, de nem lehet. Nagy Tamás. Nem is Avramutz, hanem Nagy Tamás kapta azt a sárgát, javítani kell magamat. És fölívelés közben ennek már bottal lehet ütni a nyomát, kirúgás. A Battai kapu felé fúj elsősorban a szél, tehát a vendégeknek azt kéne bekalkulálni, hogy kisebbeket indítsanak, nekünk viszont szél ellen kell, hogy így mondjam, itt az első játékrészben, ha nem is pisilni, hanem játszani. Ugye tudjuk, hogy széllel szemben nem nagyon lehet, de meg kell próbálni. És hát láthattuk, itt volt a kapufa, amikor végül is nagyon kevés híja volt annak, hogy nem sikerült. Hazaadta inkább Tőkés, ezt látta biztosnak Müller. Müller egy kicsit kockázatos volt, hogy visszaadta Tőkés Zsomborhoz a labdát, de végül is nem történt gond. Ez a labda viszont elhagyta a játékteret már, mire eljutott volna Siposhoz. Nagy Gergő. Sikerült megállítani az ellenfél akcióját. Mint ahogy megállítja a Tápió Györgye és a Battai rohamot. Kis területen a játék, egymásra csúsznak a futballisták, de aztán Spácai, átpont bele az ellenfélbe, mégis tovább gyötri valahogy. Tóth Szabolcs, sajnos simán szerelte őt Kovács Szabolcs. Kormos. Sánta. Ungvári. Aztán Nagy Tamás. Most rendezik a sorokat a piros-feketék. Mi is visszaálltunk szépen. Sánta. Véletőleg indítani fog, meg is nyújtja a labdát, elég sok Battai ott van, Cseprekál bólintotta el, de csak nagyig jutott, aztán Spácai, de meg ellenfélhez, Ungvári. Belefejjel Tóth Szabolcs, de a labda még így sem ment ki, sőt, fordulhat ezzel Dudás, kapu elé a labda. Na most felszabadíthatunk Tóth Norbert, remek indítás Siposnak, igaz, hogy két védő is van, de egy az egybe is megpróbálja, de ez sem rossz megoldás, Tóth Szabolcs át is tudja venni, elfekteti a kapusba, csak rávetődik valahogy Nagy István Ádám,
A Tóth Szabon hajóló játszik, a második óriási lehetősége volt, és nem is tudom kárhoztatni, hogy ez kimaradt, végül is mindent megtett a gólért, de nagyszerűen védett meg István Ádám. De esetre, hogyha Szabinak lesz egy-két ilyen jó megoldása, akkor egyik előbb vagy utóbb bejön majd, nagy számok törvényében. És Kapure azért eddig veszélyesebben játszik a Százhalombatta, mint ellenfele. Csak nehogy megbosszulja a dolog magát, hogy egy Tápió Györgyei lehetőség lesz, azt abból mindjárt gól, mert tovább a játék előnyszabály, mutatja a Resz játékvezető. Az indítás Pocsék, Sánta, Tóth Norbert labdához ér, de Ungvári gyűjti be, aztán Tóth most már másodjára megszerzi. Az indítás az felejthető. Farkas Tibor megy a labda után a vendégek részéről. Gyorsan el is végzi a bedobást, mert hátvédtársán nincs senki, illetve senki nem zavarta őt. Hát most már lassan azt mondhatom, hogy a félidő feléhez érünk. Ez a 22. perc. Százhalombatta Tápió Györgyi egyelőre 0-0. Udás pörgette tovább a labdát oda Sántának. Nagy Tamás, ugye két nagy is van a vendégeknél. Nagy Tamás, illetőleg Nagy Gergő. Veréb. Petrovics, még mindig tovább jön a labda valahogy. Na nehogy már 11-es legyen, azt nem hiszem el. Mert csak szabad rúgás. Mert hogy ez 11-es semmi esetre sem ért, ez a szituáció az magától értetődő. Nagy ordítást rendezett ott Nagy Gergő nevéhez méltó, de igazándiból még ha szabálytalan is volt, azt azért nem gondolnám, hogy ennyire fájatott, főleg úgy, hogy ő már talpon van, a battai védő meg még nem. Megy a vita is ott, egyelőre senki nem tágít a 16-os vonaltól, és oda is helyezik le a labdát közvetlenül elé, tehát akkor szerencsére ez csak szabadrúgás, majd persze meglátjuk, hogy ez mennyire szerencse vagy sem. De nagyon jó helyről jön az a pontrúgás majd, szinte teljesen a kapuval szemből. Most ugye 16,5 méterről, magyarán a sorfalunknak nagyjából 7 méternél kéne sorakoznia, tehát az ötös előtt 2 méterrel. Szerintem egy nagyon picit előrébb van a sorfalunk talán, mondjuk azt nem bánjuk. Ezt most meg kéne úszni valahogy. 23. perc, tehát nagy helyzet a Tápió Györgyi előtt, és sajnos be is lövik a lehetőséget. Nem kaptak 11-est, viszont a szabadrúgást azt kíméletlenül kihasználták, elment a sorfal mellett laposan, és ezt igazándiból nem tudom Müller Szabolcs rovására felírni, vagy nyakába tenni ezt a gólt, mert ez egy védhetetlen, erős, jól helyezett löket volt. A gólt pedig, ha jól láttam, egyébként azt Veréb Dániel szerezte. És ez az, amitől féltem egyébként, hogy egy lehetősége lesz a Tápió Györgyének, és azzal élni tud. Nekünk több is volt, és nem volt szerencsénk. No, de se baj. Ez a meccs még így az eddig látottak alapján simán megfordítható lenne. Lesgyanús volt erősen ez a szituáció. Mindenesetre a partjelző nem jelzett semmit. Most jel ez a partjelző, hogy battai bedobás jön majd. Követően elhozzuk a labdát, méghozzá ügyesen,
Petrovics indít is, Tóth Szabolcs veszi át, gyorsabb is, mint a védő. Hát, ütközött ugyan a kapussal Tóth, de nem gondolnám, hogy szabálytalanul. És még Tóth kap a végén sárgalapot. Hát, megáll az ember esze, komolyan mondom. Nem is tetszik a battai nézőknek, és igaza van, azt kell, hogy mondjam, itt alattam a battai szurkolóknak, mert igaz, hogy Tóthot megelőzte a kapus, de Tóth nem bántotta a kapust, és a kapus pedig a suta mozdulat után a földre került, és Tóth ugye így kerülhetett volna aztán ténylegesen gólhelyzetbe, abszolút, tehát üres kapuval szembeállhatott volna. Többen fölteszik a kérdést, hogy mit néznek a játékvezetők, vagy a partjelzők. Hát nem akarom persze irodalmi stílusra lenni a figurát, hogy hogy is hangzott el ez a kérdés. De hát maradjunk annyiban, hogy akármilyen stílusban is vetik ezt fel a lelátóról. Ezt azért látni kellett volna a játékvezetőnek, vagy valamelyik partjelzőnek is. És most tetejében még azzal megy az idő hosszú perceken keresztül véletőleg, hogy még a kapust kell ott ápolni. Ráadásul ugye az eset a 16-oson kívül történt. Tehát ilyen értelemben a büntető föl sem merülhetett volna, viszont a játékvezető a továbbot int, akkor egyenlít a 100 halombatta nagy valószínűséggel. Ha pedig le is fújta az esetet, azt mindenképpen jogtalannak éreztem, hogy ezért battai sárgát kellett volna adni. Persze lehet, hogy magát a heves reklamálást az díjazta Tóth Szabolcsnál, ugye lappal Kress Norbert. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a játékvezető majd a végén, az első fél idő hajrájában vajon beszámítja majd ezt a legalább 2 percet, ami azóta eltelt, hogy nem megy a játék, hiszen kapus ápolásra várunk még mindig. Most már ez a 2 perc inkább 3, mióta áll a játék. Na most már nagy nehezen végre ott tart a Tápió Györgye kapusa, hogy lábon is veszi fel végre a munkaeszközét, a kesztyűt. Hát nekünk is föl kell venni a kesztyűt, hiszen vezet az ellenfél, és nagyon jó lenne még az első fél idő végéig, a szünetig mondjuk egyenlíteni. És akkor most jön a Tápió Györgye végre valahára a szabadrúgással, Spácai visszaajándékozta Nagy Gergőnek. Most is a vendégek kapnak szabadrúgást. Kovács készülődhet majd ez a szabadrúgáshoz. Rengeteget állt a játék, most már fél óra is eltelt az első játék részből. Végezzétek már! Felívelt szabadrúgás, Cseprekálig jutő kiemeli. Sipos fejjel bele oldalra, de hát szinte esélytelen, hogy azt elérje a szegény Illés. Egyébként féltették sokan
ezt a mérkőzést az időjárástól, de még korábban, amikor megtörtént ugye a sorsolás, hogy azért mégiscsak február van, még úgymond évszak szerint tél, hogy majd rossz idő lesz, vacak lesz a pálya minősége. De ehhez képest nincs rossz idő, viszont a szél azért az befolyásoló tényező. Na most a játékvezető megint a zsebéhez nyúl, most szerencsére nem Battai játékos kap lapot. Dudás kapta ezt a sárgát. Azért elég szép termés van most már itt az első félidőben, hiszen 4 darab sárgát osztott ki eddig a bíró. 2 a Battaiaknak, 2 a Tápió Györgyeieknek. Egyik kicsit már is, Pori! Jó, regint! Meg fog dőlni a megyei sárgalap statisztika, úgy nézel. Cseprekál végzi el a szabadrúgást. Nagy Tamás, ketten is zavarják, végül oldalra passzolt Farkashoz. Farkas támadta ott Illés, és végül róla pattant ki a labda a vonalon túlra. Emberik mindenki! Gyere! Csúsztatást követően Csepregál Gábor a végállomás. Cseprekál ugyan becsapta elsőre Verép Dániel, de aztán kicsit nehéz helyzetbe hozta Petrovicsot, ő meg Müllert. Megint Petrovics. Megszerezzük a labdát, méghozzá ügyesen. Tóth Szabolcs nem tudta elhozni. És a vendégek kapnak bedobást. Hát ez olaj a tűzre, innét közvetlen közelről jól látszott, hogy nekünk kellett volna jönni bedobással. És való igaz, hogy a partjelzőnek kéne egyébként ilyenkor segíteni a játékvezetőt, ha már ő takarásban volt, Cseprekál. Most bedobás lesz majd a túloldalról a piros-feketéknek. És ugye nem egy-egy bedobáson múlik egy mérkőzés, de azért eléggé kegyes eddig a játékvezető a Tápió Györgyével. Az a szabadrúgás is, amit maradjunk annyiban, kaptak, amiből aztán a gól született. Megint egy színészi teljesítmény ott Kovács Szabolcstól. Igaz, hogy közel volt Resz játékvezető, én meg messze vagyok, de innét ártatlan gyermetek szabálytalanságnak tűnt, ha egyáltalán az volt. Inkább esni akart ott a vendégjátékos, hogy meg jöhessenek egy jó helyről egy szabadrúgással, és mi még nem kapunk ilyen szabadrúgásokat egyelőre. Perc. Laposan egy kemény löket, de erre most abszolút számított Müller Szabolcs. Kézből kirúgja, de eléggé Gellert kap a labda. Nem szerencsés egyébként ilyen szél mellett ilyen kirúgásokat elvégezni. És aztán elrúgja a vendégjátékos a labdát, ezért is lehetne sárgát adni, ad is végre Resz Norbert. Az 5. sárga itt az első fél időben. Már emlegették a lelátón a nézők, hogy lehet, hogy megye 2-es rekord lesz ez a félidő a sárga lapok tekintetében. Tóth Norbert löktek rajta egy kicsit. Most nincs bírói síp. Tóth haza a kapusnak Müllernek. Sipos. Nem jutott el sajnos Tóth Szabolcsig a labda, most Tóth támadja. Csak a labda, csak a labda! Érkezik Cseprekál, gyönyörű szerelés. És aztán Cseprekál meg is indul, most lendületből megnyújtja Tóth felé.
előnyösebb helyzetben Dudás, ott a Papus is, de Dudás sallangmentesen kirúgta inkább oldalra. Egyébként hozzáteszem, a vendégek részéről lehet, hogy ez volt a jó döntés. Így nem lett belőle több bonyodalom. Tóth Ákos kezében a labda. Sikosig nem jut el, de azért nem jut el, mert kipattant a labda Sántáról, aki az imént kapott sárga lapot, és itt szög lett. Na most fújhatna a szél mondjuk váratlanul a Tápió Györgyei kapu felé, teszem azt. És lehetne nekünk is egy kis szerencsénk ezen a mérkőzésen. Harmadik battai szöglet, nem rossz gól! Közelről Tőkés bólintott a vendégek kapujába. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy jó volt maga a szöglet is. Minden dicséretet megérdemelt Tóth Szabolcs is, de az előre húzódó védőnk Tőkés is, aki közvetlen közelről kiegyenlít, tehát méghozzá itt a 36. percben. És abszolút nem érdemtelen, hogy a Szászhalombatta kiegyenlített a helyzetek alapján, a játék képe alapján. És most meg is jön a kedve a miénknek, már is letámadunk. Szabó Tamás fejeli vissza a labdát, megint csak Szabó fejjel. Cseprekál kíséri azért az ellenfelet, de jött Müller is. Illés. Szabó. És kipattan a labda Farkasról, mi jöhetünk majd. A klubelnök Horváth József gurította oda Spácaihoz, hogy minél hamarabb jöhessünk a bedobással. És Sipos. Középű Tóth Szabolcs, de simán kiemelte Dudás előle. Na most vigyázzunk, egy kicsit föllazultunk hátul. Tőkés vigyázott is. Az egyenlítő gólunk szerzője. Nem jó az indítás azonban. Sipos sem tud labdát szerezni. Na, most meg Petrovics esetét fújta le Res Norbert. Önmagában nem gond, hogy lefújja ezeket az eseteket, csak szeretné az ember látni, hogy egyenlő mércével a hasonló szituációkat lefújná a túloldalon is, tehát a mi oldalunkon is. Várjál, mind a kettő? Azt nem tudom egyszerre. Nagyjából még egy 9 perc lehet hátra az első fél időből, de miután rengeteget állt a játék, még lehet, hogy lesz hosszabbítás is. Na nézzük. Közben a vendégek kibontakozó akcióját, Tőkés kapta a labdát, elcsúszik, de még jó az indítás a Siposnak, aki megtáncoltatta még a fején is, és lefordul. Nagy labda Tóth Norbertnek, keresztezett Sánta, és ez most visszafújja az esetet a játékvezető. Nekünk mondjuk perspeciel ez jó, de mondjuk azért, hogy mondjam, jó nagy fáziskéséssel fújta vissza, tehát nálam nem kapna ötöst eddig a játékvezető, ha értékelnem kéne a teljesítményét. A hármast is inkább csak alába adnám. Tőkés ívelte föl, kifelé nyomta a szél, aztán Szabó. Szabó nem tud lefordulni, lemarad, ellenben tovább jöhet így a Tápió Györgye. 4-4 ellen jönnek a vendégek. Ez amilyen Cseprekál. Tőkés. Petrovics. Azt most jól hoztuk ki ezt a labdát. Tóth Ákos. Másik Tóth Szabolcs, ügyesen mögé pörget, aztán nagy labda Tóth Norbertnek, vissza Tóth Szabolcs felé, állít a kár. Hosszú volt, Siposnak jött volna a túloldalon illés is, ezzel együtt a közönség biztatja a mieinket, hiszen ebben is volt fantázia ebben a támadásban. Köszönöm, hogy
spácai. Cseprekál, de Sanes pont levette melleli Nagy Gergőnek. Aztán pisztázunk Kormos elől. Spácai. Illés. És egy most már az ellenféléhez. Baktai nem maradt közben, hanem Spácai most állítja meg a játékvezető a meccset. Én dolgok, jártatok! Mind a bűtenget! Pedig ő kékben van, neki kéket adják! Adjon neki pirosat, piros is van rajta. Kapaszka! Te! Csak érkezik nagy nehezen, végre Spácai az a segítség. Jön a csoda fegyver, a fagyasztás. Most már talpon Spáca, de hát le kell mennie. Kapolást követően majd engedélyt kell kérnie, hogy visszaállhasson. Labdaejtéssel folytatódik a mérkőzés, megkapta a Tápió Györgyi a labdát. Dudás. Sánta. Tóth Norbert előzte meg az emberét. Aztán Tóth támadja a kapust is. Nagy Gergő felé a labda, Cseprekál is látja, hogy kár ezért tovább futni. Müller meg azért megy utána, mert nincs labdaszedő. Spácai közben visszaállhatott, kiegyenlítődik újra a létszám. ...43 percet már magunk mögött hagytunk, itt az első félidőből egy-egy az állás. De szerintem nem csak két perc van már, vagy még hátra az első félidőből. Dudás sprinttel. Cseprekál. Érdekesen pattant meg a beadás a lábáról, de még jó, hogy nem minősítették szándékos hazaadásnak. Müller. Illés nem engedi ki, nagyon ügyesen vette le Illést. Nagyon jól játszik. De ez például tipikusan a sárgalap esete lehetett volna. És aztán még Illést feddi meg ott az ellenfél játékos, a Kovács Szabolcs. Most abszolút indokolt lenne drága Resch Norbert barátom, őt a játékvezető, hogyha előhúzná már, méltóztatná egy sárgát ezért is, mondjuk a felsődből, a zsebből. De nincs ezért sárga lap. Spácai végzi el aztán a szabadrúgást, megint Illés. Próbál lefordulni. És most Illést látják szabálytalannak. Te atya úristen, komolyan mondom, a megye háromba is túlzás lenne ezt a játékvezetőt elküldeni legközelebb, úgyhogy... De minek vezet ilyen ember tényleg meccset? Már elnézést, hogy ilyeneket megengedek magamnak egy ismeretlen játékvezetővel szemben, de... Én sosem voltam játékvezető. De esküszöm, hogyha elmennék, ennél jobban csinálnám. Tóth Ákos, és ő még pénzt is kap ezért a játékvezető, tegyük azt hozzá. Sipos. Tehát nem csupán szerelemből csinálja. Nem volt rossz a lövés, de mondjuk nagy veszélyt nem jelentett Nagy István kapujára. Szépen vette le Tők és a kirúgás után a labdát, és adhatja is Tóth Norbertnek, meg is teszi. Indul Tóth Szabolcs. Sipos felé,
Szukos nem tudott már belekotorni, kevés hiányzott itt is. A 45. percben is volt még Battai lehetőség. Petrovics Ákostól tovább. Illés köszöni szépen, de nem tudta átvenni. És ha jól látom, akkor vagy 3 vagy 4 percet mutatott a játékvezető, hogy annyi lesz a ráadás, ami most veszi kezdetét. Ugye ez a hosszabbítás nagyrészt abból fakad, hogy ugye a vendégek kapusát, Nagy István Ádámot ápolták hosszú ideig egy vitatott szituáció után, amikor még ráadásul ugye Tóth Szabolcs kapott sárga lapot szerintem nyugtalanul. Hogy legalábbis nem az esetért, hanem inkább a reklamálásért. Nagy Gergő szelidítette meg a labdát, és teszi aztán Kormos elé, ott van Cseprekál, ő meg elegánsan kipöccinti. Hát a játékvezetők késése miatt ugye említettem, hogy egy nagyjából 12-13 perccel később kezdődött a meccs, meg még a hosszabbítás. Gyakorlatilag most már a kezdéshez képest jó negyed órás csúszásba vagyunk. Ugye olyan értelemben ez kéz. És nem veszi észre a játékvezető, szerencsére ezt legalább a partjelző meglátta. Időnként az az érzésem egyébként, hogy Resch Norbert gondolatai való egészen máshol járnak. Spálcai küldi előre a labdát. Ez egy jó laszti, Tóth Ákos jön itt a bal oldalon. Tóth Szabolcs menetrendszerűen kapja vissza Ákosnak, Ákos elől azonban felszabadítanak. Hátul egy, nem is azt mondom, hogy meglazultunk, de nem vagyunk sokan, Szabó Tamás azonban remekül avatkozik közben. Most kéne szabadulni a labdától, se baj, Petrovics látja, hogy ott van Tóth Norbert, csak lecsúszott a lábáról, kifelé tekeredett sajnos Ákosnak. Most már lassan a jelzett hosszabbítás is lejár, talán még egy fél perc vagy perc lehet belőle. Tóth Norbert csúszott oda, újabb bedobás, csak néhány méterrel előrébről a vendégeknek. Nagyon nem sürgős a piros-feketéknek a játék, a bedobás elvégzése. Na most már azt mondom, hogy Resch Norbert akár le is fújhatnám, hogy ránézett mondjuk a bíró az órájára. Nehogy összehozzunk még itt a végén valamit. Pedig összehoztunk sajnos egy szögletet. Sipos is hátra jön védekezni a szögletnél. Ez a második szöglete a Tápió Györgyének. Mi ugye 3-at végeztünk el, a harmadik szögletünkből lett ugye az egyenlítő gólunk. 49. perc ez most már az első játék részben. Éppen Tóth fejelte ki egy lövés. Jó, hogy belelépett Sipos. Bedobás, még ezt is engedi a bíró. Ez hihetetlen. Most már ez túl van a 4 percen, és azért ennyit nem kéne hosszabbítani. Most meg ez a másik véglet. Dudás, Nagy Gergő, ott elesik, és most van vége az első félidőnek, amely 2 gólt hozott, vezetett a Tápió György egy szabadrúgást követően, mi pedig egy szögletrúgás után tudtunk egyenlíteni még hozzá Tőkés fejesével. Itt tart a mérkőzés, most sok vitatható bírói ítélettel, és nagyon remélem, hogy egy megfordítható mérkőzéssel, ami a második játékrészt illeti, szóval innét folytatjuk majd rövidesen. Minden esetre ügyesen fejelgettek, ezt megállapítottuk, úgyhogy
a kamerát kapcsoljátok el. Jó. De szeretnéd látni az összes részletet, vagy? Gyerünk, Ádi! Hajrá, Batta! Hajrá, Batta! Hajrá, gyárkás! Mutat a gyárkás! De csodáltam, hogy nem hagytátok abba az esőbe se. Megkezdődik ebben a pillanatban a második félidő, és ugye egy-egyről folytatódik a játék, Tőkésnél a labda. Szünetben volt egy jelentősebb, mondjuk úgy, hogy zápor, és még nem hagyott teljesen alább az időjárás, most már kezd tényleg februárira váltani. A szél sem lankadt, hogy így mondjam, és akkor nézhetjük az újabb bottai bedobást. Nem jó helyre szállt a bedobás, aztán Tápió Györgye indít, de Cseprekál visszafordítja a labdát, ezt azonban nem lehetett lekezelni. Hát minden esetre a második félidőben, hogyha ezek az időjárási viszonyok lesznek, akkor ez jelentősen javíthat majd az élvezeti értéken. Labda fölgyorsult a vizes fűvön, és jöhet a tartalékjátékszer majd, amivel Nagy István Ádám jöhet a kirúgással, el is végezte. Egy közelbe álló védőhöz gurított. Aztán Nagy Tamás tette oldalra. Egyelőre Sántával játszanak ott össze. Most nagyon rákezd az eső. Nem is jó az indítás. És kézre pattant. Gyöngött egy sortot Tóth. Csak nehogy újabb lap legyen a vége, hiszen ne felejtsük, hogy Tóth Szabolcsnak már van egy sárga lapja. Felívelt labdánál Tőkés nem tudott előnyösebb helyzetbe kerülni. Nagy Tamás tette előre. Tovább csúszik a labda Kovács Szabolcs. Partjelző azonban emelte a zászlót, majd elviszi a kezéből a szél, egyébként hozzáteszem. Szabadrúgás lesz kifelé a lesállás miatt. Müller helyezi le a labdát. És küldi aztán előre. Tőkés. Kovács Szabolcs, újra Tőkés. Cseprek áll. Amerre állt, arra rúgta. Dudás, Sipos leveheti. Hárval is körülvették, győzött a túlerő, és aztán már indulhat a labdával Ungvári. De közben a játékvezető kiszúrt egy szabálytalanságot, Petrovics javára ítélt ezúttal, illetőleg a Százszalombatta javára. Csepprek áll. Egyre több szurkoló érkezik közben, egyébként jelentem innét a kommentátor állásból ide hozzánk, annyira esik az eső, és közben ott a helyzet, egy óriásit védett a kapus, a második hullámban pedig Petrovics érkezett, aki aztán fölélődte, de valaki hozzáérhetett, mert a játékvezető szögletet ítél. Ez lesz a második félidő első szöglete, ugye a negyedik bottai sarokrúgás az összecsapáson. Ne felejtsük el, hogy az eddigi egyetlen bottai gól szöglet után esett, méghozzá a harmadik szögletből ez meg a negyedik. Lecsorog a labda, még mindig ott van, csak nem fér hozzá egyetlen sárga mezessen. Illés labdája pontatlan, és most lehet sprintelni Spácainak, illetőleg Nagy Gergőnek a labda után. Spácai tudta elpöccinteni. Nem vészel, Ákos! Átunk, vagy nem vészel! Szólnak Sántának, hogy senki, azaz nem volt ott Battai.
de ő is csak a kapust választotta, a legutolsó embert. Avramis labdája után pedig Szász Halombattai bedobás következik majd. Hajrá, Botta! A labda is természetesen egyre vizesebb, ugye Spácai törölgette itt a bedobás előtt. Sipostoldja meg fejjel. Szabó vette le. Sipos irányába, de megelőzte őt Avramuc. Újabb bedobás. Dobást követően újra Sipos, kis helyen próbált forgolódni, még megvan a labda a Battának, Illés. Cseprekál avatkozik közben, nem rossz az, Tóth, ketten is gyötrik, földre kerülne tovább, és végül Petrovicsról pattan ki. Bedobást követ, csak most ellentétes előjellel. Tóth tette vissza a labdát, mármint Tóth Norbert, aztán Szabó Tamás ott középütt, elcsenték tőle a labdát, és Kovács fordíthat. Indul nagy, Tőkés jól helyezkedett. Kérték volna többen is, Sipos vette le, lehet, hogy elengedi, jobban jár. Illésnek nem pontos a labda, jön a második hullámban. Petrovics ellövi, igazándiból nem volt egy túl veszélyes kísérlet. A második félidőben a Szász Halombattát segíti inkább a szél. Nagyon rossz kirúgás, ami hozzánk kerül. De ezzel együtt a Tápió Györgye bontakozhatott volna ki ezzel a támadással, de nem lett jó az indítás, hiszen így is oda kerül a labda Nagy Gergőhöz, aki aztán ott hagyta végül is Ungvárinak. Sántától tovább. Most azért a felázott talajon időnként egymás hibáiból élnek a játékosok. Illés várná középütt, illetőleg Sipos is a labdát, de eljut, hiszen várniuk kell, még egy szabadrúgás következik majd. Második félidő 8. perc, annak is a legvége. Nagyon sokan ott a 16-oson belül. Ezt azért azt gondolnám, hogy inkább fejre kéne valakinek betenni, mint sem kapura tekerni azonnal. Szabó. De ő kapura tekeri és gól! Mondjuk ezért tegyük azt hozzá, hogy ez kapus hiba is volt valamilyen szintig, de nagyszerűen jött végül is Nagy Tamás labdája, jól is csapódott lefelé, és 2-1-re megfordítja a mérkőzést a Szász Halombatta itt az 54. percben. Az az igazság, hogy nagyon jókor jön egy gól, de persze mikor nem jön jókor, de most azt gondolom, hogy pláne, hogy ilyen lett az időjárás, abszolút ez erőt adhat a folytatásra a mieinknek. 0-1-ről tehát 2-1 ide.
Most sürgős lesz a Tápió Györgyének, így hogy megfordult a meccs. Veréb. Cseprekál. Bent tudta tartani Illés a labdát, Tőkés is tovább tudja tenni, Sipos alig tudott megállni a vizes talajon. Szabadrúgást ad a játékvezető. Spácainak most már korán sem annyira sürgős, így hogy 2-1 a Százszalombatta javára. Felévelt labda, abszolút nem volt precíz Spácaitól. Nem alkalmaz előnyszabályt a játékvezető, ugye Kovács Szabolcs került a gyepre, és még ki is oszt Viménti gólszerzőjének, Szabó Tamásnak egy sárgalapot. Ha jól számolok, akkor ez most már a harmadik bottai sárgalap, a mérkőzésen összesen a hatodik. Lesz az, aki oda fellöbbölheti a 16-os környékére ezt a pontrugást. És most viszont jöhet előre a battai veszedelem. Legalábbis olyan sebességgel indult meg ez a támadás, de aztán elhalt sajnos ott oldalt, és a vendégek gyorsan el is végzik a bedobást. Haza kerül egészen Nagy István Ádámig. Cseprekál, telibe lövi az emberét, Tőkés szerencsétlenül pattan, de estében tovább teszi Spácai, Szabó összjáték, megint csak Spácai a kényszerítő után. Kérné Sipos, elakad a labda. Illés alól kihúzták egy picit a lábát, ezt vette észre most Resch Norbert játékvezető. Nem sokszor dicsérhettem a sípmestert az első játékrész folyamán, ezt most viszont éles szemmel szúrta ki. Ugye a szünetben megállapítottuk Laposa Gergő kollégámmal, hogy Resch Norbert legalább megdolgozik a pénzéért. Ugye szóvá tettem az első fél időben, hogy a játékvezető ezért a tevékenységért pénzt is kap. Legalább most úgymond kap egy kicsit a hideg meleg mellett egy kis folyadékot is a nyakába. Na nézzük közben Illést, mert szerintem ezt ő fogja kapura küldeni, vagy pedig Szabó Tamás. Mondjuk Szabón se lennék meglepve, csak ahogy állott Illés, inkább úgy érzem, hogy talán ő lesz az, aki ezt megpróbálja kapura pörkölni. 14. perc itt a második játék részben, Illés megcsúszik a labda, nagyon szépen védte a Tápió Györgye kapusa szöglet. Nem könnyű elvégezni egy szögletet itt ebben a szélben, azért csak megállt valahogy a labda. Az ötödik battai korner, hát ez most felejthető. Dudás kapta a kirúgást. Illés támadja. Szabó nyúlt közbe, Illés. Ott van Sipos, de a háta mögé érkezett a passz. Tópákos hanggal is jelezte a játékvezetőnek, hogy jól döntsön. Cseprekál állította le a labdát. És aztán ő nyújtja meg. Sipos mellől elfejelte a védő, de ott van még a
érkező Petrovic. Visszateszi középre Sipost, megelőzték, Szabótól elpattan. Megint Sipos, illetve bocsánat, Tóth Norbert, Szabó. Újabb szabadrúgás. Pontosan negyed óra telt el a második félidőből, 2-1-es Battai vezetés mellett jöhet majd ez a szabadrúgás. Most Illés nincs ott a labda környékén, aki az előző szabadrúgást elvégezte, Szabó Tamás viszont ott van, illetőleg Tóth Norbert van még a labda közelében. Ez inkább Szabónak áll ez a szituáció. Oppá, kapufa, kipattan és gól! Sipos érkezett a lécről kivágódó labdára, és kapuba helyezi a harmadik Battai gólt. Azt nem mondom, hogy eldőlt a mérkőzés, de ez most már komoly előny. 60 perc elteltével, tehát 3-1 a Százhalom Battának. Ezt pedig gyakorolhatták, mi? És azért azt is meg kell említeni, hogy Szabó Tamás most már duplázott ezen a találkozón, úgyhogy elévülhetetlen érdemeket szerez talán a 3 pont megszerzésében, de azért még ezt korai lenne kijelenteni, hiszen hátra van nagyjából egy fél óra még a meccsből. Kicsit kezd kivilágosodni, bár azért az eső még nem nagyon enged. Sipos felé a labda. Tóth, Sipos, Tóth Norbert. Ide oda pattant a labda, mint a flipperben. Leveszi Kovács a labdát végül elegánsan. Kis területen a játék, de szépen hozza ki most a labdát a Tápió Györgye idáig, amíg Tőkés oda nem csúszott. Cseprek áll. Előnyösebb helyzetben, mint az őt támadó játékos. Müller. Nincs kint. Kovács. Petrovicstól pattant el méterekre. Spácai lép vissza, elég szerencsétlen mozdulat. Bedobás után jöhet a beadás is. Cseprek áll, szépen bólintotta ki. És megszerezzük Tóth Norbert. Szabadrúgás. Pont az indítás pillanatában történt a vétség, így aztán nem tudott Tóth Norbert indítani. Cseprekál segítette föl. Cseprekál egyébként a mai napon biztos pont ott a védelem tengelyében. Most nem volt meg az egyetértés a Tápió Györgyeiek között Ungvári passza után. Tóth Ákos jelentkezik a labdáért, hogy elvégezze majd a bedobást. Sipos. Dudás. Ez így akkor bedobás lesz nekünk. Nem a legsportszerűbb, de nem adják oda a labdát, csak másodjára a vendégek. Sárgát kiprovokálhat ezzel. Sipos, erőszakosan le is tud fordulni Gergő. Az úgy helyzet, csak elakadt a labda az utolsó védőben, úgyhogy eljuthatott volna Illéshez. Elcsúszik a kapus, így aztán Tóth Norbert már küldi is előre a labdát.
Petrovic, Nagy Gergő szerelt. Megint egy ajándék labda nekünk, Szabó Tamás oldalra Spácaihoz. Ez most már a 20. perc itt a második félidőben. Ez helyzet, Illés arra számított, hogy a játékostársnak készít elő. Lehet, hogy így utólag azt mondom, jobban járt volna, a kapura lövi. Szabó veszi le közben a labdát. Kezezést látott a játékvezető. Ábi, vállaljátok el! Ábi, rúgj kapura! Ne passzoljál esre! Ne passzoljál, amikor esik. Most meg esik. Ne passzoljál esve, magam ne passzolja, mikor esik. Szabó Tamás következik majd ezzel a szabadrúgással. Siposnak magas. Viszont még azért egy bedobás így is lett belőle. Amikor a legjobban esett. Kis területen forgott ott Görbe, a vendégek védője. Ezért elég sok technikai hiba a vizes talajon. Ennek nyomán lesz újabb battai dobás. Szerencsére erre nem kellett sose. Azért a második félidőben ritkán jut előre a labda, ritkán jön előre a Tápió Györgye. Most inkább mi uraljuk a játékot. Sipos labdája nagyon jó. Tóth Szabolcs kicsit sokat vár talán, de még azért visszateheti például a Petrovicsnak. Ez remek meglátás, Tóth kapja. Tóth Norbert egyszer, aztán elpattan tőle. Nehéz azért megállni ezen a talajon. Cseprekál. Ez nem jó Tóth Szabolcsnak. Hát, miután elég unalmas a mérkőzés, hadd kérdezzem meg itt a mellettem álló két hölgyet, hogy mégis mi hozott titeket, mi szél hozott Monca erre? Hát igazából a barátnőm nagyon szimpatizál valamelyik játékosait, így gondoltuk, megnézzük, hogy nem kell focizni. Hát majd ez, mi megtanítjuk legközelebb. Ez nagyon diplomatikus hangzott. Egyébként, hogyha nem láttalak volna titeket fejelni a szakadó esőbe, a szünetbe, akkor nem hinném el, hogy meg tudjátok tanítani. Mi focisztok valahol? Igen, ócsán játszunk mind a ketten. Ott ezek szerint valami jó női futball szakosztály is lehet. Pest megyei 3/4 pályában játszunk. Na hát gratulálok hozzá, mindenesetre sikeres jövőt, meg hát azt kívánom mindannyiunknak, hogy ennél izgalmasabb meccset lássunk a hátralevő, nem is tudom, még nagyjából 22-23 percben. És egyébként battai játékossal szimpatizáltok, vagy pedig Tápió Györgyei az illető? Hát battai játékossal. Jó, hát akkor majd ezt kiderítjük a meccs után. Na nézzük közben ezt a felívelt labdát, amire jól helyezkedett ott a battai védő, Cseprekál. Tőkés. Zsombor most indít, méghozzá jó helyre Sipos, föl is nézett, mielőtt passzolt Szabó Tamás, érkezik mellette Spácai Dávid. Egy szöglet lesz ebből. Ami a szögleteket illeti, fél tucatnál jár a Százhalombatta. És azért a szögletarány is mutatja, hogy jogos ez a 3-1-es vezetés, hiszen a vendégek két szögletig jutottak. Még nem szabadult fel a vendégkapu, most viszont már igen. Yeah.
Müller-é lett végül a labda, aki okosan azt akartam mondani, hogy kidobja kirúgás helyett, de még a kidobás is fölösleges vagy túlerős mozdulatnak bizonyult a füvön. Egyébként a télen érkezett Müller Szabolcsra olyan különösebb panaszkodni való nem lehet a battai szurkolóknak ezen a mérkőzésen. Tulajdonképpen a gólról igazán nem tehetett, azóta jól látja el a feladatát, már ezt a keveset, hiszen az első fél időben azért több lehetősége volt a Tápió Györgyének, a másodikban még nem nagyon akadt feljegyezni való tőlük. Most viszont egy helyzet, Tőkés lépett bele. Jön Müller, elüti a labdát, ez kapus támadás volt, és nem ítélt a bíró semmit. De most viszont, amikor kontrázhatott volna a sárga medves csapat, akkor megállítja a játékot, miután lemaradt egy Tápió Györgyei labdarúgó ott elől. Ez a 16-oson belül volt. Egyébként megint egy eklatáns példa arra, hogy a játékvezető furcsán értelmezi a szabályokat. Ugye ott azért a 16-oson belül a kapust védik a szabályok, még ha nem is az ötösön belül történt konkrétan az eset, és ha már nem fújta le és a labda a százhalombattához került, akkor viszont, ráadásul még akár veszély is lehetett volna belőle, akkor meg nem fújjon vissza az esetet. Na mindegy, labdaejtéssel fog majd folytatódni a küzdelem, ez most megtörtént jelenten, és most akkor valóban jöhet majd a battai támadás. Cseprekál, Tóth, sajnos ellenfél ez, de aztán ott marad a labda. Kis területen Petrovics, megint Tóth. Sipos. És bedobás. Tóth Norbert mutatja magát a bedobásnál, meg is érkezett a labda, le is fordult, csak hirtelen többen lettek körülötte. Hát ez mondjuk most egy jó indulatú ítélet battai szempontból, én nem biztos, hogy lefújtam volna, de hát nézzék el, nekem ma nagyon kritikus vagyok a bíróval szemben. Szabó Tamás az, aki ezen a meccsen már többszörösen bizonyította, hogy jól végzi el a szabadrúgásokat. Lehet, hogy egyébként a harmadik gólja után rosszul mondtam, hiszen nem ő szerezte a harmadik gólt, tehát nem duplázott még, de azért oroszlán része volt abban a kapufában, ami aztán kipattant, és gól lett belőle. Na nézzük közben, hogy mi a helyzet. Cseprekál keveredett előre, blokkolták a lövését, aztán oda csúszik. Szabó Tamás ott hagyja inkább a bedobást társának. Cseprekál. Megint csak bedobás, mutatja a partjelző is, csak most már a battai térfél közepéről. Jó hideg sörrel. Van még itt kész egyet? Nem, köszönöm neked. És? Ja. Most már mondtam, hogy valami csúnyát. Nem vagyok önkormányzati képviselő, tudod, nekem nem lehet. Nagyon jól lépett közben most Pácai. Tóth Norbert. Illetve bocsánat, Sipos az. És aztán szabadrúgás, megállította a játékot most a bíró. És már elő is vett Teres Norbert a sárga lapot a zsebéből. Föl is mutatja. A mellapján a sárga kapja a sárga lapot. Jaj, a sárga kapja. Nem volt neki! Másik történek volt. Nagyon rúgja! Kovács Szabolcs kapott, ha jól láttam, sárga lapot. Neki még nem volt. Összességében ez most már 7. sárga lap a találkozón.
Hát szeszélyes ez a februári időjárás, most már elállt az eső, kisüt lassan a nap. A mérkőzés utolsó negyed órájára, Illés állt a túloldalra. Tóth Szabolcs nem is tudott megállni a lábán, de az nem lett volna baj, hogyha eltalálja a labdát, mert akkor 4-1 lenne az állás, így marad a 3-1. Ákos! Kefire figyelj már! Figyelj! Jó! Jó! Sipos. Színekben csereként beállt Gulyás, megmozdulása után lesz majd újra bedobás. Cseprekál nem találta el elsőre, aztán Tana legalább arrébb tudta biccenteni a labdát. Rédei, ő is a szünetbe állt be. Ungváritól tovább. Cseprekál parancsolt megállt ennek a támadásnak. Azután meg Makár indulni Siposnak. Sipos aztán mutatja a többieknek, hogy jöjjenek följebb, jöjjenek letámadni. Ne legyen olyan könnyű a labda felhozattal a bedobást követően a Tápió Györgyének. Petrovics föl tátszált a labda, de aztán Petrovics úgy tűnt, hogy megszerzi, de szabálytalankodtak vele, csak azért nem. Cseprekál íveli fel ezt a szabadrúgást. Hát ez akadálytalanul eljutott Nagy István Ádámhoz. Ki átdobja Illés fölött a labdát. Hogy ezt hova akarta megjátszani Tudás, azt szerintem maga sem tudja. Két legsárosabban két szélső védőben van. Spárcai bedobását követően Tőkés most már a labdával. Cseprekál. Tóth Szabolcs önfeláldozóan megtartja a labdát, és remekül tette vissza oda Tóth Ákosnak, ez is jó. Mindig nagyon szép ez a támadás. Még mindig jó, sajnos itt most jól avatkozott közbe Gulyás. Bekezdhetjük előről a támadást, mondom én, de megállítja a játékot a bíró. Cseprekál az, aki igazítja a szerelését. És hogy nézem, csere is lesz Battai oldalon. És éppen Cseprekál jön le. Schwab Zsinyák Ede érkezik a helyére. Cseprekál jól játszott, említettem korábban is. Nagyon sokat dolgozott ott középütt. És akkor most folytatódott labda ejtéssel a meccs. Petrovicstól került hátulra Siposhoz. Szabó Tamás. Egy kiugratás Vábzsinyák felé, elkotorják, azonban elkanalazzák előle a labdát. Spárcaitól elpattan. Így lesz jó Vábzsinyáknak, aki lefordult volna, aztán átugorja az ellenfelét. Hálát. Ez megint egy olyan ítélet, hogy nem tudom hova tenni. Illetve tudom, a rossz bírói döntések közé. Kovács, majd Dudás a labda útja, megint csak Kovács. Nem volt les, Ungvári. Mert tovább a játék, Sipos szerelt.
Ez ki fog menni. Nem maradt volna csendbe? Nagyon kiabáltam. Nagyjából 10 perc lehet még a mérkőzésből. 3-1-re vezet a Szászalombatta változatlanul. Ugye 1-1 volt a fél időben. Hihetetlen mekkora késéssel fújták be a lest, és az meg szintén hihetetlen, hogy a bírói sípszó után vagy 3 másodperccel később Tápió György egy labdarúgó elpasszolja Müller mellett, és ennek sincs semmi következménye, ezért is lehetett volna Avramucnak mondjuk sárgát adni. Igen, meg tovább. Spácai Dávid az, aki most körbe tekinthet, hogy hova is ívelje föl ezt a szabadrugást. Pont oda nem kellett volna. Kovács. Egy indítás előre Veréptől, de lesz. Most jelzett az asszisztens. Sipos. Tóth Ákos. Petrovicsnak rövid. Ez így lesz. Tehát nincs jelentősége, mert a labda végül is oda került Müllerhez. Müller tartogatja egész addig, amíg nem támadják a battai kapust, csak akkor veszi kézbe. Pattant a labda a Tápió Györgyei fölött, érkezik Spácai, ez így nagyon jó illés, de szép csel volt. Ez is nagy labda. Mondjuk mindegy, hogy lesz volt vagy nem, mert végül is a kapus élet Tóth Szabolcsnak lehet, hogy egy picivel előrébb volt mondjuk a lábfeje, mint a védő. Egy vonalban lehettek, itt mondják is a nézők, majd a VAR megnézi. Na én meg azt nézem majd meg, hogy mikor lesz VAR mondjuk itt a battai pályán az öt osztályban. Közben nagy helyzet a vendégektől. Szerencsére most már remélhetőleg ez múlt idő, meg kisodrózott a labdával Kovács. Jön a beadás is, aztán egy látványos esés, hát ez nem volt abszolút 11-es. Aztán a heves reklamálás után lesz egy sárga lap, bizony, bizony. Varga Bence kap sárgát a vendégek részéről. Ahogy eddig megjegyeztem, most is megteszem csendben, ez a 8. lap, amit kioszt a játékvezető a meccsen már. Müller, pont Kovács fejére. Elcsúszik a labda, és most sajnos nincs lesz abszolút helyzet. Müller visszaérhetett volna, de egy kicsit lassan mozgott, érkezett Ungvári. És szép itt a Tápió György 3-2-re. Hát ezt nagyon összehoztuk, összeszerencsétlenkedtük ezt a gólt. Az az igazság, hogy ez így meleggé teheti a hátralevő 6-7 percet még a találkozóból, hiszen szépített a vendégcsapat 3-2-re. Nehogy fölhozzuk ezzel a Tápió Györgyét. Figyelj, ide a sáros rekordtán részre a labda után Spácai. Hát alaposan átázott a meze, meg be is sarazódott. Ez is mutatja, hogy Dávid is sokat küzdött a meccsen. Szabó, aztán Várzsinyák csúsztatott. Petrovics nem tudott lecsapni a labdára. Tóth Szabolcs hátulról meglepte az ellenfelét, valóban így volt Varga Bencét. Aztán nem engedjük gyorsan elvégezni a szabadrúgást. Kiállítottunk!
Ákos! Ákos! Várzsinyák közel a labdához, most megy egy kicsit arra, most ugye elvégezni a Tápió Györgyi a szabadrúgást. Gulyástól kerül oldalra, aztán megint csak vissza Gulyáshoz. Varga. Petrovics van ott mellette, de még mindig Varga, aztán megindult és elesik, úgyhogy senki nem bántotta. Megtartjuk a labdát, ez a legfontosabb, Tóth Norbert át is tudja venni. Így is megszerzi a labdát a Tápió Györgye, sőt, Rédei forgolódik, nehezen áll meg a sáros talajon, megint csak Rédei. Sipos, a csere óta Sipos visszajött a védelembe, Cseprekál helyére. Nagy István Ádám. Jön a felívelés, Sipos tisztáz, Szabó nem tudja elrúgni, Rédei. Tőkés figyelt. Rúgás fordul, Kovácssal vált közben. Kovács Szabolcs. Sipos tisztáz megint, Szabó oda csúszik, de lekésett, viszont ez a labda így egy szabad labda Müllernek. Hát most már mindenképpen az utolsó 5 percen belül vagyunk. Órám szerint olyan 4 perc lehet még a hátralevő idő a 90-ből. 3-2-re vezet a Százhalombatta. Jó lenne azért ezt most már megtartani. Várzsinyák szerencsésen pattant számára a labda. Tóth Norbert. Nem rossz az az indítás, olyannyira nem rossz, hogy ott a negyedik battai gól. És Tóth Szabolcsnak beérett a munkája ezen a mérkőzésen, hiszen rengeteg helyzete volt. Volt, amikor kapufát lőtt, volt, amikor rossz bírói ítélet miatt nem tudott tovább menni, most azonban semmi sem állt a útját, és azt hiszem, hogy ezzel el is dönti a mérkőzésen a 3 pont sorsát Szabolcs. A 87. percben tehát 4-2 a Batta javára. Ugye, korunkban ezt is számolják, ez a két asszisztot meg a góllövő. Nem is tudom, ki nem volt rá, csak meg a gólpasszanat. Visszaállt át a két gólos különbség itt a hajrára, ami nekünk nagyon jó, Petrovics. Illés kaphatná a labdát, de egyelőre nem kapja, egy kicsit ízző volt most az iménti gólszerzője Tóth Szabolcs. Petrovics viszont remekül lép közbe, és ezzel már is helyzet teremtődik. Varga. Tóth Ákos küzd vele szemben. Tóth Ákos még benne is tartotta valamennyire, mondom én, de aztán a partjelző az ellenfél javára ítél bedobást. Rédei a tacsot követően. Tőkésen túljut a labda, és ez így helyzet sajnos. Nagyot véd Müller, rúgjuk el, takarítsuk el, Sipos megteszi. Pontra. 89. perc legvégén jöhet a harmadik szöglete a Tápió Györgyének. Na, már csak 2-3 perc van. Veszélyesen jön, le is csorog a labda, sikerül blokkolni, és aztán Tóth Norbert. Jó volt, ez az! Örülhetünk neki, hogy ki tudta emelni. Újabb battai csere még itt a mérkőzés végén. Van ebben természetesen már egy kis taktikai jelleg, egy kis időhúzó jelleg is. Tóth Szabolcs lesz az, aki le fog jönni. Tapsot is kap, különösen a negyedik góljáért.
Ez a mit a gyerek, hogy oda megy a vízére, hogy az mondja, Cseri gyerek, aki miért lesz ki? Ádik, ne ilyen kocsered már meg, gondolkozz már egy kicsit! Ez történt a csere, meg a bedobás is. Vavzsenyák próbált meg gyorsan labdát szerezni. Nálunk egyébként Besenyő Milán állt be, de Tóth Szabolcs helyére Vavzsenyák. Próbálta volna megkerülni ott Gulyást, aki hazadja a labdát a kapusnak, megint Gulyás. Tóth Norbert végez zavaró repülést. Szabó Tamás is ezt teszi, aztán Besenyei is. De csak kihozta a labdát, így is a Tápió Györgye. Rédeinek szerencséje volt, de azért Petrovics akarata érvényesült, mert illéshez került a labda. Tóth. Na gyerünk Norbi, ott meg lehetne eltetni a védőt. Nem rossz az, ez még akár helyzet is lehet. Illés lekészíti, pont elcsúszott ott a sártengerben Szabó Tamás, ritkán látható látványos mozdulattal, és közben Ungvári meg meglódul itt a másik oldalon, odaért, gyönyörű volt, sikors és szabályos is, tapsolutalma a nézőtérről. Szabó Tamás, Rabzsinyák jön visszafelé, hogy ne legyen lesen, és most már lejárt a rendes játékidő, most már megkezdődött a hosszabbítás is. Petrovics. Tóth Norbert. Tóth inkább megtartja okosan. Szabó Tamás, dárkózik Spácai is. Vavzsenyák kérné középit, de nem jut el a labda, mert belelépett Dudás. 3 percet mutat a játékvezető. Nem éreztem, hogy ebben a második félidőben ilyen sok lett volna a holt idő. Lázsinyák a bedobás után nem tudta jól passzolni Spácaihoz vissza. Sikosról szerencsétlenül pattan, de azért odalépett Tóth Ákos. Abramucivel. Visszaér Spácai. És közben les is volt. Hát most már nagyon úgy fest, hogy visszavágunk a Tápió Györgyének a tavaly augusztusi idegenbeli vereségért. Akkor 2-0-ra kaptunk ki, ahogy korábban említettem, most ugye 4-2-re vezetünk, tehát remélhetőleg 2 különbséggel veszünk revansot. Petrovics. Gulyás oda dobja gyorsan másnak, hogy elvégezhesse a bedobást. A Tápió Györgye próbálja még menteni a menthetetlent. Tőkés. Nagyon mély lett a pálya talaja. Spácai. És most van vége a játékvezető szerint a mérkőzésnek. Jól kezdődik tehát idézőjelben a futball tavaszit Battán, hiszen 4-2-re nyer a csapat. És én ezzel köszönöm meg a kitüntető figyelmüket Lakosa Gergő és Pintér László nevében is. Kovács Géza Lászlót hallották. További szép napot kívánok, a viszontlátásra.